Engedjék meg, hogy a Csavadok Rozsai Terület Válaszványa nevében mindenkit nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntsek a harmadik gömöri hagyományőrző bálon itt Körvényesen. 3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, hogy vissza kell nyúlni a gyökerekhez és felelőteni azt a szépséget, amit vidékünkön mindig is divat volt. Ezt próbáljuk idén is bemutatni, prezentálni itt Körvényesen. Idén 4 magyar falu, Tornagörgő, Szádalmás, Jablonca és a vendéglátó Körvényes vállalta ezt, hogy megrendezi a gömöri hagyományőrző bál. Ebből az alkalomból köszöntöm kedves vendégeinket, Köteles László parlamenti képviselő urat, Szlovák Gyula urat, a Régiófejlesztési Minisztérium. Szőlős János urat, a Rozsnyói járási hivatal előjáróját. Kardos Ferenc mérnök urat, a rendezvényünk fővédnökét. A vendéglátó házigazdát, Parti Gábor polgármester urat. Köszönjük szépen! Kedves minnyájuknak nagyon kellemes szórakozást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek Körvényesre. Mindenkinek kívánom, hogy érezze jól magát. A fő köszönetemet kifejezném a 4 községnek, akik hozzájárultak, hogy az esemény így elinduljon, meg hála Istennek, reggelre így végbe menjen. Nagyon szépen köszönöm. Thank you.
babá, meg ne ölője senki, s én előttem ne seperje senki. Szép a babá, meg ne ölője senki, s házunk előtt a kátfa virágzik, s tetejébe búzsgelicet anyázik. S búzsgelice olyan szépen énekli, jaj, de boldog, aki egymás szereti. S búzsgelice olyan szépen énekli, jaj, de boldog, aki egymás szereti. Thank you.
Nincs ronda, mert a jó részeg asszony. Egyszer láttam egyet, úgy megutaltam. Rá gondolok, még most is borsózik a haldám. A kedves egészségükre, tudj! Thank you.
Tisztelt vendégsereg, köszöntök mindenkit, hogy mit is akarok, rögvest elmondom itt. Úgy hallottam minap, hogy itt a kultúrházban, hagyományos lakodalomban, kilátásban. Hajdanában régen az a szokás járta, hogy a lakodalomban bokrétát árultak. Ügyeskedő lányok kötötték ezeket, hogy ezzel köszöntsék a vendégsereget. Bokrétát hoztam ház szebb-nyőszer virágból, amelynek nincs pálya sehol a világon. Vegyenek belőle, gondosan tűzzék fel, hogy tánc közben nehogy elveszítsék, mert ha egy virágot könnyelműen elvesztik, annak nem ideben, de jobb lesz odakint. Egy kis bokrétának én állat nem szabok, ki mennyit ad érte, azzal elballagok. Aki nem ad semmit, vagy kikosarazza, szakadjon el, annak a gatya mazzagja. Jó mulatást kívánok minden meddignek, kívánom, hogy a mai estét senki se feledje. Be sem van nyitani. Gazdasszonyunk pedig elment a piacra, gyúkotva a sorra, hogy mellett a vacsora volt. Tisztelt uraim, én közt néztem, ki bort iszik, elküldtem már érte, lehet, hogy érkezik. Lesz itt minden elég, majd hozom a többit, addiginek tetszik, egyen meg a semmit. De bizony, ha te semmi nem könnyű veled el, neki arra ki abból nagy jó sokat legyen. Aki mohón kapja, megfekszi az ágyat, különben kívánok hozzá a jó hitva agyat. Szívemből ki van. Itt vagyam, éljenek belőle. Aki ebből veszik, 100 évvel is elég tovább él. Fiatalodni is lehet tőle, 3 mély tányérral enni kell belőle. Süti már a kezem, leteszem a tálat, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Kakasnak már vége. Itt van az udvar egész büszkesége, a cifratollú kakasnak már vége. Szegény itt kupucska a talból kifelé, néhány tojója is megfőzetvén vele. Behoztam a kakas piros tarjával, nem tojózkodik már többé a szomszéd tyúkjával. A tojózás, mit eddig folytatott, vőlegény úrunkra bízta az átkozott. Tuss!
ne csupasz miatt, mert visszajött a kvíli néni a vágyát. Ne csupasz miatt, ne tüskedjed a rádóját. Ne csupasz miatt, nem mondtam én, kedve tisztáljam itt. Én neked bele-bele nyomtam neki. Ne csupasz miatt, nem mondtam én, kedve tisztáljam itt. Én neked bele-bele nyomtam neki. Ne csupasz miatt. Mert az egyik a másikhoz járnak, mert ha az egyik őveletén jelni csak, mert megyek a másikhoz, az majd bennünk azt az. Az egyik őveletén jelni csak, mert megyek a másikhoz, az majd bennünk azt csak. Az egyiktől a másikhoz járok, az egyik üzenet is megcsap, nem megyek a másikhoz, az majd megnyílik aztán. Az egyik üzenet is megcsap, nem megyek a másikhoz, az majd megnyílik aztán. Mert a maga maradt, hogy járni piros a roma, de engem gyaláz a szerető édes napja. Mert engem gyaláz, engem tesz a vesz a szóra. Szeretem anyat, igen, tehetek róla. Mert engem... Jó, akkor kérlek szintén, beszéljünk. Rendezd meg a buszolat egészen. Ez éven kezdtük gyűjteni ezeket a gyűjteményeket. Eredetileg is az volt a szándékunk, hogy így rendezzük be az egész épületet ilyen hagyományos bútorokkal. Aztán voltunk Magyarban egy ilyen tanulmányúton, aztán ott láttunk hasonló dolgot, még tetszett, és akkor a feleségem is ilyen annál nagyobb rendülettel hozzáfogott. Ugye a kézi munkákat azt ő szedegeti össze, én restaurálom ezeket a bútorokat. Valamilyen mi családunkból is maradt, de nagyon sokat a faluba tettünk össze. Sokszor van úgy, hogy adnak el valami házat kassaiaknak, akkor jönnek szólni, hogy takarítjók a padot, menjünk, valasszuk valamit. De ha megvalósulnak a polgárok is, hogy milyen exponátok vannak itt, akkor önként is felajánlanak, hogy ők is hoznak valamit. Ló alpikosára. Mondjuk itt ez a csizma is, ezt már ünneplőnek nem hordtak, hanem ilyen gazdasági udvaron dolgozhattak benne, megszögelték, hogy ne csúszson. Schuster még itt megfogta, itt a port is, aztán oldalt is van ilyen font. Be lehet mutatni például gyerekeknek is, hogy a Schuster hogy dolgozott. Lehetnek egy urakban csicsinni. Lehetséges. Amúgy ez Görgőről van. Görgőről, akkor nem ő. Sokan hozzak, hogy tudjuk, hogy jó helyen lesz, elhozzuk neked, mert a fiatalok magunk nem becsülik. Például Szepsiből jól helyettesíteni a református lelkész, és a felesége azt mondja, hogy a fiatalok nem becsülik, azt mondja, az autók mustak vele a munkkal, és ott elhozom nektek, azt mondja. Úgyhogy ezt például az erdélyi minta, nem tudom honnan kaphatta, mert ő amúgy Ungvar mellől származik, a tisztelendő úrnak a felesége, de ezt is ő hozta, mert azt mondja, a falon fel van téve, és több minden kézi munkákat hozott. Igen. Legszikor, hogy a lónak a füle mellé a halmra felkötötték ezeket. Hasonló, mint a bőfének. Igen, a bőfének kezdődik. Ezek rövidek. Ez pedig, hogy a nyosszajó asszonyok legszikor a derekukon hordtak, és ez volt a bőfék körül közül. Ez pedig itt, ez szintén így a régiségben kaptuk, hazat adja, mert szintén volt ez a szomszédunk a lakokással, ezek a testvére jelkét. Ezt ilyen várhagy csinta betűk, az ABC-től, nem igazán ilyen formában. Hú, az a szó, Igen.
Még aki mondjuk nem is akarja eldobni, de ide teszik, oda teszik, ide rakosgatja, itt egy kis nedvesség éri. Kislábasban nagy fokanál, a lang tűzön nóta tudal. Pattog a zsír, serceg a hús, levet finom, fűszeres dús. Gazduram a bort készíti, asztal szépen megteríti. Káposzta, káposzta, fodros a levele, nem hiába lettél a nemzet eledele. Olyan étel készült, te belőled máma, hogy az ember megkóstolja, alig-alig várja. Káposzta pörköltel, étel levából, még a nagy beteg is kigyógyul bajából. A szemedre kendő kerül, ügyes vagy, már kiderül. Merre indulsz most már látni, a pörköltet megtalálni? Ügyes voltam, megtaláltam, melyik a pörkölt kitaláltam. Elhoztam, hát itt vagyok, jó étvágyat kívánok. Hogy ezt szakad, kinek üljön, a gyomorba így kerüljön. Jabloncának eledele, ezt szakásnak büszkesége, jó étvágyat kívánok.